Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Dérinék Kulturális Központban, és hamarosan kezdődik Berta Márton kiállítása. Földvárin és Simon Ilonával, a karcegi nagykon református általános iska igazgatójával beszélgetünk, hiszen ön fogja megnyitni ezt a kiállítást. Mit kell tudnunk erről a kiállításról, hogyan jött ez össze? Annyit kell tudni, hogy Berta Márton művésztanár, karcagváros szülötte, és a Kálvin 2-es elemiskolának volt a diákja, tanulója, később pedig a tanulmányait a református gimnáziumban fejezte be. Aztán jó néhány év múlva visszajött a városba, és szintén az elemi iskolában, a református általános iskolában rajztanárként tanított. És a gimnáziumnak az öreg diákja megkeresett már engem többször is, és volt már az iskolánkban kiállítása. A városban is két kiállítást nyitottunk meg. Ha jól emlékszem, az elsőt 1991-ben, illetve 2005-ben. És most ez a kiállítás, hát a részben a Magyar Kultúra Napja miatt jött létre, de tudni kell, hogy Berta Márton úr az itt látható kiállított képeket felajánlotta az iskolának. És hát ennek tulajdonképpen mi nagyon örülünk, nyilván méltó helye lesz a régi falak között az anyaiskolában. A patinás helyre, egykori iskolájába kerülnek ezek a képek. Úgy tudom, hogy ezért műsorral is készülnek, tehát a köszöntő mellett gyerekeket is látok, tehát lesz műsor is, amivel köszöntik majd az alkotót is, hiszen ő is jelen van ezen a megnyitón. Igen, hát egy rövid kis műsorral készültünk, és művésztanár úr elhozta a fiát, elhozta a lányát, és annyit kell még tudni, hogy van három unokája. Tehát most tényleg őt köszöntjük, az ő életét, az ő munkásságát, így szeretnénk akkor ezt megnyitni, ezt a kiállítást. És a kiállítás megnyitó után pedig lemegyünk a földszintre, hiszen a moziteremben kezdődik a Magyar Kultúranapi megemlékezés, ott is a református iskola diákjai fognak műsort adni. Tudunk-e valamit erről a műsorról mondani nézőinknek, hogy mit láthatnak majd? A műsor, az ünnepi műsor két részből áll, két nagyobb egységből. Az egyik egy irodalmi műsor, és az irodalmi színpad tagjai fogják előadni. Na most ez az irodalmi műsor, ez blokkokból áll, és a magyar kultúra kincseit próbáltuk öt csokorba kötni, tehát öt blokkból áll ez a műsor, és a szünet után, a színpad átrendezése után pedig a néptáncosok fogják a nézőközönséget szórakoztatni. Ezt a műsort is úgy állítottuk össze, hogy szintén blokkokból áll. Akkor igen, tartalmas lesz mind a kiállítás, mind a lent ünnepi műsor. Én azt kívánom önnek, hogy hasonló ilyen kiállítások legyenek, hiszen az azt jelenteni, hogy régi egykori diákok újabb adományokat adnak az iskolának. Igen, hát erről majd beszámolok a kiállítást megnyitó beszédemben is. Köszönjük szépen! Berta Márton is itt van a kiállításon. Azt hiszem, hogy nagyon fontos dolog fog történni, hiszen hallottuk, hogy ezeket a képeket az iskolának, egykori iskolájának adományozta. Milyen emlékei vannak Karcagról? Nagyon jó tanítóbácsik tanítottak ott abba a fiúiskolába. Néha nátpálcát is elővették, de nagyon jól tették. Móresre tanítottak bennünket. Ugye akkor az csak fiúiskola volt. És az, hogy ezek a bibliai képek elkészültek, az már az ottani neveléssel kezdődött, és akkor később a gimnáziumban, mert az is még református nagykun gimnázium volt akkor, és én 4 évet jártam az elemi iskolába, 8-at a gimibe, és ott is nagyon jó tanárok voltak, nagyon jó emlékek fűznek hozzá, és akkor Budapesten végeztem a pedagógiai főiskolát, és néhány évre visszajöttem tanítani, gyakorló évet is itt tanítottam, és akkor is még fiúiskola, de hát akkor már állami, akkor ott tanítottam 4 évig.
és éppen 56-ban kerültem Budapestre, mielőtt kitört a forradalom. De nem szakadt meg a kapcsolatom a szülővárosommal. Ebben a kultúrpalotában három hasonló kiállításom volt, és volt még néhány a fiúiskolában. Az első kiállítást, amikor itt a 90-es években rendezte egy budapesti kedves barátom, akkor kérdeztem, hogy hogy érezted magad. Azt mondta, hogy utoljára Erdélyben voltak ilyen kedvesek az emberek. Akkor ez egy nagyon jó dolog, akkor ön is ragaszkodik Karcaghoz, ha bár már messze került innen, de azt láttuk itt, hogy nagyon nagy szeretettel fogadták a régi ismerőseit, tehát jó érzés visszajönni. Nagyon, igen, nagyon. Most is a rossz idő elnére körbesétáltunk a főtéren, bekukkantottunk a fiúiskolába, volt fiúska, a gimnáziumban megkerestük a tablómat, úgyhogy nagyon, nagyon kedves emlékek fűznek. Az én drága apám az a Kossuth tér végén levő hangya üzletnek volt a boltvezetője a háború előtt, és hát azt sajnos lebombázták a német barátaink, ugye azt az épületet, és akkor az apukám az bekerült a városházára, tanácsházára, kereskedelmi osztályon dolgozgatott, úgyhogy hát aztán sajnos már a szüleim hosszú évek óta nem élnek, de azért mindig szeretettel gondolok vissza a szülővárosomra, és nagyon szép, minden nyáron meghívnak engem a birkafőző versenyre, arra elhozom a fiamat, meg az unokámat, úgyhogy nagyon, akkor is nagyon jól érezzük magunkat. Hát akkor még én azt kívánom, hogy nagyon sokszor találkozzunk ilyen rendezvényeken. Nagyon köszönöm szépen. Dr. Fazekas Sándor miniszter úr is itt volt a kiállítás megnyitón, mindannyian megnéztük ezeket a képeket, önnek mennyire tetszettek? Berta Márton művészetét régóta ismerem, és nagyon kellemes, jó hangulatot, igazi lelki békét árasztó képei vannak. És az egy óriási dolog, hogy a város részére, a református iskola részére adományozott egy komoly kollekciót, és így ez a kötődés a település a szülőföldhöz, a tanulmányaitól végezte tanár úr, a jövőben is meg lesz. Én tényleg nagyon köszönöm, és jó egészséget kívánok Berta Mártonnak, és mindenkit buzdítok, hogy jöjjön el megnézni a kiállítást, illetve később a képeket az iskolában, akinek itt most nem lenne erre módja. És az egy rendkívül jó ötlet, hogy a kultúra napján, ami nemzeti himnuszunkhoz kötődik, ez a kiállítás most megrendezésre került, hiszen vallási témájú képek vannak, bibliai tájak elevenednek meg előttünk, és így átsugázik ezen a fontos ünnepünkön a magyar kultúra, a kereszténység összefüggésrendszere és üzenete. A kultúra az mindig is fontos volt önnek is, hiszen egy kultúra pártoló, és tényleg egy nagyon kultúra értő emberként ismertük meg évtizedek alatt. Mai viszonyok között ebben a rohanó világban önnek mit jelent a magyar kultúra? Körülvesz bennünket, benne élünk, és szerintem óriási veszteség azok számára, akik nem olvasnak, nem járnak moziba, nem néznek filmeket, hogyha kívül kerülnek egy kulturális keringésen, vagy be sem kapcsolódnak, hiszen a magyar kultúra az versenyképes, sőt sokkal gazdagabb, mint jó néhány más országnak a kultúrája. A művészet, a gasztronómia, a versek, irodalom, a festészet, zene, tánc, mind ebbe a körbe tartozik, és az, hogy Karcagon is ilyen kulturális élet van, szerintem egy komoly népesség megtartó erőt is jelent, illetve az, hogy vannak olyan igazodási pontjaink, amelyek a magatartásunkban, a döntéseinkben segítenek bennünket. És a magatartásunkkal, a viselkedés kultúrán keresztül bizony rengeteg teendő van a mai világban, hogy felzárkózzunk azokhoz, akik korábbi generációk tagjai, és akikről példát vehetünk, hogy hogy tudtak élni, együtt élni közösségekben, hogy viselkedtek, hogy jártak rendezvényekre, hogy tartották az ünnepeiket. Ezért is örülök annak, hogy most, amikor az egyházi oktatás ilyen jelentős teret foglalt el, egy olyan plusz sugárzást, kisugárzást jelent a kultúra vonatkozásában, ami korábban 10-15 évvel ezelőtt alig volt észlelhető. De az is nagyon fontos, hogy a magyar nyelvet megőrizzük, hiszen rengeteg angol szó van, amellyel szembesülünk, idegen szavak, sőt, a nyelvi romlás vesz bennünket körül, ezért fontos, hogy a magyar nyelvet szépen és jól használjuk.
másik, és sorolhatnám még a példákat, ez mind-mind ösztönző kell, hogy legyen. Nekem kevesebb idő van olvasni, illetve irodalmat olvasni mostanában, mint korábban, inkább a szakirodalom dominál, de azért igyekszem követni a irodalmi fejlődést. Nagyon szép könyvek jelennek, meg karcagi szerzők tollából is nagyon szép könyvekkel gazdagodott a városi repertoár az elmúlt években. Bízom, hogy ez folytatódik a jövőben is, és Karcag továbbra is büszke lehet arra a kulturális kincsre, amelyet őriz és amelyet gyarapít. Köszönjük szépen, és jó szórakozást kívánunk önnek, hiszen most jön a lelki feltöltődés, hiszen a református gyerekek műsora kezdődik hamarosan. Nagy érdeklődéssel várom a gyermekek műsorát, keresztlányom is föllép. Mindig egy szívderítő és kellemes időtöltés, amikor a gyerekek mutatkoznak be, megmutatják azt, hogy milyen táncokat, énekeket, zenét tudtak elsajátítani. Akkor jó szórakozást kívánunk önnek. Köszönöm szépen. Ókovács Szilveszter főigazgató úr köszöntőjében nagyon fontos gondolatokat mondott el a magyar kultúráról, és arról, hogy mennyire fontos mindannyiunknak a szerepe abban, hogy fönnmaradjon az utókor számára mindez, amit örököltünk őseinktől. Hogyan érezte magát itt ma, hiszen betekintést nyerhetett a karcagi néptáncba, nagyon fontos gondolatok hangzottak el Kölcseitől is, hogy érezte magát Karcagon? A karcagi műsor egyrészt csodálatos volt. Most már abban a korban vagyok én is, nyilván gyerekeim révén, akik általános iskolások, illetve óvodások, de most már szereplő időben nőttek, hogy megtanultam értékelni ezeket a csillogó tekinteteket, meg ezeket a nagyon komolyan átélt, szép, lassú ritmusban elmondott szavalatokat, illetve mondatokat, amelyeket láthatóan meg is értettek a gyerekek. És a néptánc is, gondolom a tájegységre jellemző táncok voltak, ezeken nincs igazán szemem, csak egyszerűen tetszik. Egyébként meg ez is egy nagyon szép fajtája az ünneplésnek, tehát itt alapvetően a 19. század a himnusz keletkezésének időszaka lett megénekelve, ugye a reformkor, a táncok pedig a népi hagyományokat elevenítették föl, de ezen kívül a magyar kultúra, hál' Isten, még nagyon széles. Tehát épp ugye egy kortárs festő, épp ugye a magyar kultúra része, mint mondjuk Tinódi Lantos Sebestyén még 200 évek korábban, mint a mai műsor főhangsúlya volt. Úgyhogy nagyon nagy öröm az, hogy nem tudná egy műsor bemutatni valamennyi szeretét, de még csak a nagy részét sem a magyar kultúrának. Nagyon fontosnak érzem valóban a cselekvést. Úgy is mondhatnám, hogy a kultúra cselekvés. Nem csak ülünk a székben és nézzük, hanem hazamegyünk és magunk is cselekedjük a magunk kicsi módján, ahogy lehet, erről próbáltam beszélni. Meg arról, ami egy kicsit bennem maradt, ezt nem sikerült belefoglalnom ebbe a beszédbe, hogy, de valamennyien érezzük szerintem, hogy nekünk magyaroknak itt rokon nélkül Európában háromszor annyit kell cselekednünk azért, hogy a kultúránk, mi magunk, a nemzetünk, hiszen az a kultúra, és a nemzet, hogy összekapcsolódik, hogy fennmaradhasson. Hát a germán, a szláv, a frank, az angolszász szorításban, ami egyfajta asszimilációs szorítás természetesen, nekünk nagyon kell kapálóznunk, nagyon sokat kell cselekednünk azért, hogy amink van, azt már ne veszítsük el, és még gazdagítani is tudjuk. Úgyhogy mindenkire rájár a rúd a saját cselekvését meg kell tennie. Azt hiszem, hogy ezzel egy nagy lépést most tettünk itt Karcagon így közösen önnel, és remélem nem bánt, hogy ma nem Budapesten a munkahelyén, az Operaházban ünnepelte a Magyar Kultúra Napját, hanem itt Karcagon, a Nagykósság fővárosában. Egyáltalán nem, olyannyira, hogy mi magunk sajtótájékoztatóját előre hoztuk 11 órára, úgyhogy ott bemutattuk a sajtónak azt a kis filmet, amiről itt is beszéltem, a Magyar Kultúra Napjára készített kis etüdünket, és ott is voltam, meg itt is vagyok, de itt vagyok leginkább. Köszönjük szépen a karcagiak nevében is, hogy jól érezte magát, és reméljük, hogy találkozunk még több alkalommal. Azon vagyok, köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük szépen. Dobos László polgármester urat kérdezzük arról, hogy hogyan érezte magát a magyar kultúra karcagi ünnepségén, hiszen tényleg egy nagyon szép műsoron vagyunk túl, és sok-sok élménnyel mehetünk haza. Gondolom, ön is így van ezzel. Kiváló este volt, nagy élmény volt, megmondom őszintén itt lenni. Egyébként is megható mindig a Magyar Kultúra Napját ünnepelni. Bár én azt szeretném, hogyha minden nap a kultúráról szólna. Ahogy Ókovács Szilveszter úr, az Operaház igazgatója is elmondta, életünket, napjainkat, óráinkat meg kell, hogy töltse a kultúra, legyen az bármilyen formában. Ezzel nekünk élni kell. A magyar kultúrát ápolni kell, őrizni kell, gyakorolni kell, valóban példát mutatva az utánunk jövőknek.
csodálatos este volt. Nagyon szeretném így a kamerákon keresztül is megköszönni mind igazgató úrnak a megnyitó beszédét, mind pedig a karcagi református általános iskola pedagógusainak, iskolavezetésének munkáját és a gyerekeknek a szereplését. Nagyon kellemes, nagyon felemelő, csodálatos este volt. Örülök, hogy részese lehettem. Azt hiszem, hogy az is nagyon fontos. Nagyon szeretjük, amikor vendégművészek érkeznek, de itt a itt ülő szülők, nagyszülőknek a szívét még jobban megdobogtatja, hogyha a saját gyermeküket, unokájukat látják táncolni, vagy éppen verset mondani. Tehát azt hiszem, hogy ez még többet hozzáad az embernek ilyenkor az érzéseihez. Ez természetes, és ez is mutatja a Kunok városunkban élő lakosság, fiatalságnak azt a hihetetlen tehetségét, amivel bátran tudjuk pótolni a nagyvárosokból, esetleg a fővárosból érkező művészeknek a munkáját. Valóban így egy plusz különleges érzés egy ilyen estét itt tölteni. Reméljük, hogy ebben az évben nagyon sok hasonló ilyen estén lesz részünk, hiszen most készül a város éves terve, tehát sok-sok hasonló estét kívánunk magunknak és önnek is. Nagyon szépen köszönöm, azon leszünk, hogy ezzel szolgáljunk. Az éves programtervről már többször egyeztettünk a Művelődési Ház dolgozóival, vezetőségével. Gazdag év rá ránk. Köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget.